az Egy éjszaka meséi. A meggyilkolt leány vagy a három alma története. Úgy beszélik, ó királya az időknek, és ura minden esztendőknek, hogy Haruna Rasid egy éjszakán, mint már oly sokszor, magához hívatta vezérit, Jaffart, és ezt mondta neki. Kedven volna lemenni a városba, és kikérdezgetni a köznépet feljebb valóikról. Akikre panaszkodnak, azokat letesszük hivatalukról, akiket meg dicsérnek, azokat magas polcra emeljük. Hallom és engedelmeskedem, szól Jafar. Útnak indult hát a kalifa, Jafárral és Masrúrral a városba. Bejárták az utcákat és a piacokat. Amint egy szűk utcába értek, egy vénséges vénemberrel találkoztak halászhálót és apró halakkal teli kosarat vitt a fején, kezében botot tartott. Lassacskán ballagott előre, és közben ezeket a verseket mondta. Mondják, ragyog tudásod akár hold az égen. Te jaj, mit ér az ész, ha meg kell halnom éhen? Ha zálogba tennének, tudásomat meg engem, hogy árán egy napi falat kenyérre teljen. Könyv, penna és tudás, ott visszadobnák nyomban, nem kell ez, mondanák, vetnék szemét halomba, Nyomornak bölcsességből eddig mi haszna vált? Csak énség látogatja a szegény asztalát. Még nyáron sincs kenyér a házában sehol, És téli öröme a parazsas csupor. Az utcán mindenebb dühötte ráugat, Csavargó is, ha látja, szór rá vad átkokat. Kinek könyvében a szegénység meg írva, Annak jobb lenne, ha leszállna már a sírba. A kalifa a vers hallatára így szólt Jafárhoz. Nézd ezt a szegény embert, hallgass meg a versét. Ugyan nagy nyomorúság szól belőlük. Megszólította és megkérdezte tőle. Ó, sejk, mi a mesterséged? A szegény ember pedig ezt felelte. Halász vagyok, uram. Feleségemet, gyermekeimet kell eltartanom. És délóta járok a munkám után, de allak még egy fillérnyi keresetet se juttatott nekem, hogy jól lakassam az enyéimet még zálogba sincs mit vetnem, hogy vacsorát vehetnék a számukra. Gyűlölöm az életemet, és kívánom a halált. Szólt a kalifa. Mondd, eljönnél velünk a tigris partjára, és kivetnéd a hálódat a számomra? Akármi kerül beléje, száz aranyat adok érte. Az öreg megörült ezekre a szavakra. Felkiáltott. Fejemre, így legyen, visszamegyek veletek. És visszaindult velük a folyó felé. Ott kivetette a hálóját, és várt egy ideig. Amikor aztán bevonta a köteleket, és partra húzta a hálót, hát egy fedett ládát pillantott meg benne. A kalifa szemügyre vette, és próbálgatta felemelni, de igen súlyosnak találta. Kétszáz dinárt adott hát a halásznak, és útjára küldte. Masrúr pedig, Jafar segítségével elcipelte a ládát a palotába, a kalifa kíséretében, és gyertyákat gyújtott. Jafar meg Masrur Felfeszítették a ládát, és benne pálmalevelekből font kosarat találtak. Az meg vörös gyapjúfonálnal volt összekötözve. Fölvagdosták, és egy szőnyeget találtak a kosárban. Kiemelték. Alatta összehajtott női köpeny feküdt. Azt is elvették. A láda fenekén pedig egy lehányra leltek. Szép volt, mint az olvasztott ezüst. De meggyilkolhatták, és darabokra vágták. Amint a kalifa megpillantotta, felkiáltott és könnyei kicsordultak. Ó, jaj! Odafordult Jafárhoz, és ezt mondta. Te kutya vezér, hát embereket gyilkolnak, folyóba haigálnak a mi uralkodásunk alatt? Hogy majd az ítélet napján a mi lelkismeretünket terheljék? Allakra, bosszút kell állnunk a leánygyilkosán. A legkínosabb halállal halljon meg. Aztán hozzátette. Amilyen igaz, hogy Abbas fiaitól származunk, ha elébbünk nem hozod azt, aki ezt a nőt megölte, hogy bosszút vegyünk rajta, felakasztatlak a palotám kapujára téged meg negyven embert a nemzetségedből. A kalifa csak úgy lángolt haragjában. Jafar így szólt. Adj három napi haladékot. A kalifa ezt felelte. Megadom. Jafar gonterhelten indult hazafelé. Azt mondta magába. Hogy találjam meg azt, aki ezt a leányt megölte, és hogy vigyem a kalifa elé? Ha más valakit viszek elébe, mint gyilkost, azt bűnömű rója fel. Bizony nem tudom, mit évő legyek. És három napig otthon maradt. Negyedik napon a kalifa elküldte érte egyik kamarását. Mikor a vezír a kalifa elé lépett, az megkérdezte tőle, hol a leány gyilkosa? Jafar így válaszolt. Ó, igaz hívők uralkodója! Talán a rejtett titkok tudója vagyok én, hogy tudjam, ki volt, aki megölte? De a kalifa nagyon felbőszült ezen a válaszon, és elrendelte, hogy akasszák fel a vezírt a palota kapuj elé. Hírnököt küldött ki, hogy városszerte kihirdettesse. Aki látni akarja, hogy feszítik keresztre Jaffart, a barmakidát, negyven barmakidával, rokonaival meg sógoraival együtt, az jöjjön és nézze meg. És a nép csak úgy csődült a város minden részéből, hogy lássa, hogy feszítik keresztre Jaffart, meg az atyafiságát. Senki sem tudta miért. Eközben felállították az akasztófát. Jafárnak meg a többieknek halálra készen, alájuk kellett állnia. Amikor minden szem már csak a kalifa intését leste, és a tömeg síratta Jafárt és nemzetségét, hirtelen egy ifjú furakodott át a sokadalmon, rajta díszes, finom ruha, arca szép, mint a fényes holdvilág, szeme ésötét és csillogó, homloka, mint a tiszta tó, Rózsapiros a két orcája, rajta az ifjú pehely, szinte csókot várja, azon meg a kicsi szépség volt, akár egy morzsa ámbra volt. Odaállt a vezír elé, és megszólalt. Mentséget hozok számodra, ó emírek vezére, és szegények támasza. Én vagyok a gyilkosa, annak a nőnek, akit a ládába találtatok. Engem akasszatok fel, és rajtam vegyetek bosszút. Jafar az ifjú vallomásának hallatára boldog volt. Megmenekült a haláltól, de megesett a szíve a szép fiú. Miközben még beszéltek, íme egyszerre egy aggastyán tört magának utata a tömegben, amíg Csafárhoz is az ifjúhoz nem ért. Köszöntötte őket, és megszólalt. Megálljatok! Te, vezír és hatalmas úr! Ne higgy az ifjú szavainak, mert bizony mondom, ezt a lányt nem gyilkolta meg senki más, mint én. Tüstént toroljátok meg halálát rajtam, mert ha ezt nem teszed meg, tanúskodom a mindenható allak színe előtt, hogy a fejedre szálljon a vére. De az ifjú így szólt. Ó, vezír, öreg ember ez, második gyermekkorát éli, nem tudja, mit beszél. Én vagyok a gyilkos, hát rajta májbosszút. Most az öreg szólt. Ó, fiam, fiatal vagy te, élvezned kell még az élet örömét. De én már megvénültem, belefáradtam az életbe, jól laktam a világgal. Életemet felajánlom váltságdíjul a tiédért, meg a vezérért és negyven atya fiáért. Senki más nem ölte meg a leányt, csak én. Ezért Allah legyen veled. Ti meg siessetek és akasszatok föl, mert nekem nem élet az élet, ha a leányé oda van. A vezér elálmélkodott ezeken a különös dolgokon. Az ifjút meg az aggastyánt a kalifa elé vezette. Hétszer megcsókolt a színe előtt a földet, aztán így szólt. Ó, igaz hitűek, ura, itt hozom a leánygyilkosát. Hol van? kérdezte a kalifa. Jafár így felelt: Ez az ifjú azt mondja, én vagyok a gyilkos. Ez az öreg azt mondja, nem igaz, én vagyok a gyilkos. És most itt állnak előtted mind a ketten. A kalifa megnézte a vénembert meg az ifjút, és megkérdezte: melyik te ölte meg a leányt? Az ifjú ezt felelte: Senki más, csak én. Az öreg meg: Bizony mondom, senki más nem ölte meg, csak én. Ekkor a kalifa ezt parancsolta Jafárnak. Fogd őket és akasztast fel mind a kettőt. Jafar azonban így válaszolt. Mivel csak egyikük volt gyilkos, csúnya igazságtalanság volna a másikat is felakasztani. Most felkiáltott az ifjú. Arra, aki a mennyboltot alkotta, és a földet, mint szőnyeget terítette alája. Én vagyok az, aki a leányt megölte. Leírta a gyilkosság módját. A kosarat, a köpenyt, meg a szőnyeget. Mindent, amit a kalifa a leány körül talált. A kalifa ekkor megbizonyosodott, hogy ez az ifjú a gyilkos. Csodálkozott és megkérdezte, mi okból ölted meg azt a leányt ilyen gyalázatos módon, és miért vallottad be a gyilkosságot, vallatóbot nélkül, és mi hozott ide, hogy fölajált az életedet, és miért mondtad, álljatok érte rajtam bosszút. Az ifjú így felelt, Tudd meg, ó igaz hívők ura, hogy ez az asszony az én feleségem volt, és gyermekeim anyja egyúttal unokatestvérem is, leánya a nagybátyámnak, ennek az öregnek, aki apám fivére. Mikor feleségül vettem, szűz volt. Allah általa három fiú gyermekkel áldott meg. Szeretett és szolgált engem, és én sem találtam benne semmi hibát, mert én is szívből szerettem. De ennek a hónapnak első napján súlyos betegségbe esett, és én orvosokat hívtam hozzá. De igen lassan haladt a gyógyulás, mikor pedig azt akartam, hogy menjen el a fürdőbe, ő azt mondta. Igen, megkívántam valamit, mielőtt a fürdőbe mennék. Erős vágyjal vágyom rá. Így szóltam hozzá, hallom és teljesítem. Mi a kívánságod? Ő folytatta. Olyan nagyon szeretnék, annyira szeretnék egy almát, hogy szagolgassam és kicsit harabdáljak belőle. Hát, ha ezer kívánságod volna is feleltem én, azt is megpróbálnám mind teljesíteni. És nyomban nekiindultam a városnak. Kerestem almát, de nem találtam. Pedig ha darabja akár egy aranyba került volna is, azt is megadtam volna érte. Elbúsultam. Hazamentem, és az egész éjjelt gondok között töltöttem. Amint hajnalodott, megint elmentem, körüljártam a kerteket. Sehol sem találtam almát. Végre egy öreg kertészsel találkoztam, annál kérdezősködtem. Ő meg ezt felelte. Fiam, ez a gyümölcs ritkaság nálunk. És most sehol se találsz, ha csak az igaz hívők urának a kertjeiben, baszrában nem. Ott a kertész a kalifa számára termel almát. Hazatértem, levertem a bal sikertől. De igen, igen, szerettem a feleségemet, és a szerelem arra ösztökért, hogy utazzam el az almáért. Fölkészültem hát, és tizenöt napig voltam úton, oda és vissza. Hoztam neki három almát. Három dinárért vettem, a baszrai kertésztől de amint beléptem a feleségemhez, és elébetettem, nem volt öröme benne. Csak ott hagyta őket, mert a gyöngesége fokozódott, és a láza megint emelkedett, és a betegsége még tíz napig tartott. Azután kezdett csak lábadozni. Akkor elmentem hazulról, és felkerestem üzletemet. Ott ültem, és adtam vettem. Dél felé egy nagy darab csúf rabszolga ment arra, kezében pedig a három alma egyikét tartotta. Játszott vele. Megszólítottam. Honnan szerezted ezt az almát? Mert én is szeretnék ilyet venni. Ő elnevette magát, és azt mondta. A szeretőmtől kaptam. Egy ideig nem láttuk egymást, és amikor megint meglátogattam, betegen találtam. Mellette meg a három almát, ő pedig ezt mondta. Az én mamlasz férjem uram egyenesen baszába utazott értük, és három dínárért vette őket. Tőle kaptam ezt az almát. Mikor a rabszolgának ezeket a szavait meghallottam, Ó, igaz hívők ura, fekete lett szemem előtt a világ. Felkeltem, lezártam a boltomat, és a dütől magamon kívül hazarohantam. Néztem az almákat, és mert a háromból csak kettőt találtam, megkérdeztem a feleségemet. Ó, unoka testvérem, hol a harmadik alma? Ő bágyattan emelte fel a fejét, és így szólt. Nem tudom, bátyám fia, hogy hova lett. Ekkor meggyőződtem arról, hogy a rabszolga igazat mondott. Fölkaptam egy kést, rátámadtam, mellére ugrottam, szó nélkül átvágtam a nyakát. Aztán leütöttem a fejét. Tagjait darabokra vágtam, köpenyébe és egy szőnyeg takaróba burkoltam. Az egészet sietősen összevartam, egy ládába tettem, azt pedig bezártam. Felraktam egy összvére, és saját kezeimmel a tigrisbe dobtam. Allah, legyen hát veled, ó igaz hitűek uralkodója! akasz fel, mert attól félek, hogy a feltámadás napján ő majd bosszúért kiállt. Mert senki nem látta, amikor bedobtam a folyóba. Én meg hazamentem. Legidősebb fiamat sírva találtam. Pedig semmit sem tudott arról, amit az anyjával tettem. Megkérdeztem. Miért sírsz, fiam? Ő ezt felelte. Elvettem az egyik almát, amelyik anyámmal volt, és lementem az utcára az öcsémmel játszani. Egyszerre csak egy vastag fekete rabszolga kikapta a kezemből, és ezt mondta. Honnan vetted ezt? Megmondtam neki. Apám utazott el érte baszrából, hozta anyámnak, mert anyám beteg volt. Ezt az almát, meg még másik kettőt, három dinárt fizetett értük. De ő nem is ügyelt arra, amit mondtam. Másodszor, meg harmadszor is kértem tőle az almát vissza, de ő megütött, megrúgott és odábbált. Én meg féltem, hogy anyám megver az alma miatt. Ezért öcsémmel kimentem a városba, és ott is maradtam estélig. Még most is félek anyámtól, és allakra, ó apám, ne szólj neki erről semmit, mert még megártat az egészségének. Amikor a gyermekem beszédét végighallgattam, megtudtam, hogy a rabszolga feleségemet gazul megrágalmazta, és tisztán láttam, hogy ártatlanul öltem meg. Keserves könnyeket sírtam. Nem sokára eljött hozzám ez az öreg, apám fivére, és feleségem apja. Én elmondtam neki, mi történt. Mellémült és sírt. Csak sírtunk tovább, egészen éjfélig. Öt nap óta mélységes fájdalommal gyászoljuk és siratjuk őt, aki ártatlanul halt meg, és mindennek, a szerecsen rabszolga kieszelt hazugsága az oka. Így öltem meg én a feleségemet, és ezért apáid becsületére könyörgök neked, siess, ölj meg engem, és engeszteld ki őt halálommal, mert ezek után nem birok tovább élni kalifa pedig elcsodálkozott ezeken a szavakon, és így szólt. Allahra, ez az ifjú menthető. Nem öletem meg, csak azt az átkozott rabszolgát akasztatom fel, és olyan tettet akarok véghez vinni, hogy vigaszára szolgáljon a szorongatottaknak és szenvedőknek, és tetszésére legyen a legdicsérségesebb királynak. Kalifa most Jafárhoz fordult, ezt mondta neki. Vezesd elém azt az átkozott rabszolgát, aki ennek a szerencsétlenségnek az egyetlen okozója. Ha három nap múlva nem hozott színem elé, a helyébe téged öletlek meg. Zsafár sírva távozott, így szólt. Már két halál fenyegetett, végre is addig jár a Korsó a kútra, amíg eltörik. Nem használ nekem itt már sem ravasság, sem okosság. De ő, aki első ízben megmentette az életemet, megmentheti másodízben is. Allakra, nem mozdulok ki a házból arra a három napra, ami még életemből hátra van és az igazság, dicsértesség tökéletessége művelje velem azt, amit jónak lát. Jafar bezárkózott a házába, ott maradt három napig. A negyedik napon elhívatta a kádikat meg a törvényes tanúkat, végrendeletet csinált és sírva búcsúzkodott gyermekeitől. Csak hamar belépett hozzá a kalifa hírnöke, és ezt mondta neki. Az igaz hívők ura szörnyű haragra lobbant, Értet küldött, és esküdözik, hogy ha rabszolga elő nem kerül, nem múlik el ez a nap anélkül, hogy téged az akasztófán ne lásson. Mikor Csafár ezt meghallotta, sírva fakadt, és gyermekei, rabszolgái meg egész házanépe vele sírt. Amikor mindnyájan elbúcsúztak tőle, csak még a legkisebb lánya volt hátra, attól is el akart búcsúzni, mert ezt a kislányt, aki igen szép gyerek volt, szebb, mint az összes többi gyermeke, igen szerette kebléhez szorította, csókolgatta, és sűrűn hullott a könnye, hogy el kell válnia tőle. Amint magához szorította, a gyerek ruhája alatt a mellén valami gömbölyűséget érzett. Megkérdezte. Ó, kislányom, mi van a merső zsebedben? Ó, apám, felelt a kislány. Egy alma van ott, a kalifának neve van rajta. Rajhan a rabszolgánk hozta még négy nap előtt. Először nem akarta nekem adni, de aztán két dinárért idatta. Amit Csafár a rabszolgáról meg az almáról hallott. Megörült, és benyúlt gyermeke ruhájának melső hajtásába, előhúzta onnan az almát. Megismerte, nagy boldogan így szólt: Ó, te mindig jelenlevő, te gondok előzője! És megparancsolta hozzák elébe a rabszolgát. rárivalt, Te rajhan, honnan szerezted azt az almát? Allakra, ó, uram, felelte az. A hazugság egyszer-egyszer segít az emberen, de van úgy, hogy az igazság segít rajta. Méghozzá derekasan, és mindig újból. Nem a te palotádból hoztam ezt az almát, sem az igaz hívők urának kertjéből. Öt napja, amint a város egyik utcáján jártam, játszó gyerekekre akadtam, az egyiknek a kezében volt ez az alma. Én kikaptam a kezéből, rávertem a gyerekre, az meg elsírta magát, fölkiáltott. Ó, fiatal ember, az anyámé ez az alma, ő pedig beteg. Mondta apámnak, hogy milyen nagyon megkívánt egy almát. Erre apám elutazott Bászrába, és három aranyért három almát vett neki. Az egyik almát elcsentem, hogy játszam vele. És tovább sírt, de én ügyet se vetettem rá. Fogtam az almát, és idehoztam. Kis pedig megvásárolta tőlem. Két aranydínárt adott érte. Ez az egész történet. Amint Jafar ezeket a szavakat meghallotta, elcsodálkozott azon, hogy a leány meggyilkolását, meg mindezt a nyomorúságot ez a rabszolga okozhatta. Megsajnálta, hogy éppen az ő rabszolgája, de örült a maga megmenekülésének, és ezt a verset mondta. Hogyha szolgád bajt hozott rád, vázd meg vérével az érted. Rabszolgát kapsz fölös számban, de hol a kárpótlás érted? Kézen fogta a rabszolgát, a kalifa elé vezette, elmesélte töviről hegyire az egész történetet. A kalifa nagy álmélkodással elcsodálkozott, amikor a barmakida Jafar szájából ezt a históriát meghallotta. Elrendelte, hogy jegyezzék fel, és adják a nép tudtára ezt a történetet. A rabszolgát szabadon bocsátotta. Az ifjúnak pedig, aki a feleségét meggyilkolta, olyan havi járadékot adományozott, hogy gond nélkül megélhetett belőle. A maga rabnői közül adott hozzá egyet feleségül, és asztaltárságú fogadta.